Sok szeretettel köszöntelek benneteket a második kerületi és a Hegyvidék Lámpás Klub decemberi online alkalmán. Decemberi témánk az ünnepek egyedül, mégis vidáman. Az ünnepek közeledtével összegyűlik a család apraja nagyja, de mi a helyzet akkor, ha idén a karácsonyt egyedül töltjük? Attól, hogy egyedül vagyunk, még nem kell magányosnak és szomorúnak éreznünk magunkat. Hoztam néhány gondolatot, ötletet az internetről, hogy hogyan tegyük meghitté, vidámmá, egyedül is az ünnepünket. Gondoljuk végig, hogy az élet egyszeri és megismételhetetlen ajándék, amit jobbra fordítani elsőként csak is önmagunk tudunk. Karácsonykor van időnk és lehetőségünk átgondolnunk a dolgainkat, a lelkünkkel törődni, használjuk ki ezeket a napokat és éljük meg a hálaérzését. Bármiért lehetünk hálásak, minden apró dologért. Gondolkodjunk már jó előre, készítsünk terveket, sok lehetőség áll a rendelkezésünkre, nézzünk ezekből néhányat a teljesség igénye nélkül. Első. Legyen olyan az ünnep, amilyennek te szeretnéd. Ha egyedül vagyunk, csak magunkkal kell egyeztetnünk a karácsonyi programról. Ez lehet egy fantasztikus lehetőség arra, hogy végre egy olyan meghitt vidám ünnepünk legyen, amilyenre mindig is vágytunk. Tulajdonképpen ennek csak a képzeletünk szabhat határt. Második. Mozdulj ki! Fontos, hogy ne zárkozzunk be. Menjünk ki a lakásból, sétáljunk egy nagyot a közeli parkban, a természetben, sportoljunk valamit, esetleg keressünk fel egy szaunát, és érezzük jól magunkat. Harmadik. Keresd társaságot. Attól, hogy egyedül vagyunk, még kereshetünk magunknak társaságot. Elmehetünk istentiszteletre, templomba, nyugdíjas klubba, vagy adhok jelleggel szerveződő eseményekre az interneten remek lehetőségeket találhatunk. Negyedik. Beszélgessünk. A kék vonal és a lelki segély vonal erre remek lehetőség. Az esztendő minden napján a lelki segély telefonszolgálat munkatársai jó szívvel, türelemmel, empátiával beszélgetnek mindenkivel, aki felhívja őket, és talán épp az a jó, hogy egy ismeretlen és elfogadó emberrel névtelenül anonim módon társaloghat a magányosan karácsonyozó személy. Ez nem szégyen, hanem csodás lehetőség. Ötödik. Kapcsolódj ki. Olvassunk könyveket, amiket már rég el akartunk olvasni, csak nem volt rá időnk. Hallgassunk ünnepi vagy kedvenc zenéinkből összeállítást. Tudományosan bizonyított, hogy a zenehallgatás dopamint és szerotonint szabadít fel a szervezetedben. Hallgass akár karácsonyi zenéket, akár valamit teljesen mást, vagy állíts össze saját lejátszási listát ezekre a napokra. Hatodik. Főzd meg az ünnepi kedvenc ételedet, ha más körülmények között úgyis főznél valami incsiklandozót karácsonyra másoknak, miért ne tehetnéd meg ezt saját magadnak? Kényeztesd idén saját magadat a kedvenc ételeddel, vagy gyerekkorod nagy slágerével, ha pedig nem vagy az a főzőcskézős típus, hát, akkor rendelj valami finomat. Hetedik. Pizsama parti bekuckózással. Maradjunk egész nap pizsamában, készítsünk listát a kedvenc, szívmelengető filmjeinkről, és tartsunk mozi maratont. A bekuckózás közben pedig falatozzunk házilag készített popcornt. 8. Érzékboosting. Látás, szaglás, ízlelés, hallás, tapintás. Érdemes ezekre ráfeküdni az ünnepek alatt. Ha egyedül karácsonyozunk, akkor is legyen karácsonyfánk, fényfüzérünk, puha takaróink, pulóvereink és papucsunk, legyen karácsonyi melengető forralt bor vagy sütemény az asztalon, és akkor is gyújtsunk gyertyát, tegyünk be valami hangulatos Spotify listát,
és persze érdemes telefonhívásokat is megbeszélni előre a szeretteinkkel, barátainkkal, hogy ilyen módon egymás karácsonyi minivilágai összekapcsolódhassanak, és megtörjük a magányosság érzését. 9. Vállalj önkéntességet. Karácsonykor is az állatmenhelyeken a cicák és kutyák törődésre és gondoskodásra vágynak, elmehetünk segíteni őket megetetni, sétáltatni. Vannak olyan beteg gyerekek, idős emberek, akik kénytelenek ilyenkor is a kórházban tölteni a szeretet ünnepét, elmehetünk egy kis melegséget csempészni a napjaikba, ha például felolvasunk nekik, beszélgetünk velük ilyenkor. 10. Változtasd meg a hozzáállásodat. A magány alattomosan hazugságokat suttoghat a füledbe, és olyan mentális narratívákba dönthet, amelyek köszönő viszonyban sincsenek az igazsággal. Az igazság az, hogy egyedül vagy karácsonykor, és ez rendben van így. Miután ezt elfogadtad, gondold végig, milyen választások és lehetőségek vezettek oda, hogy egyedül karácsonyozol. Ha érthetőnek vagy elfogadhatónak találod ezt a döntést, megnyugvást adhat. A helyzet mögöttes logikája, ha azonban nem elfogadható számodra ez, nem tesz boldoggá, elmélkedj azon, mit tehettél volna másképp. Bárhogy is legyen, rajtad múlik, hogy a jövő hogyan alakul. A következő évünk remek lehetőség lehet arra, hogy változtassunk azokon a dolgokon, amik zavarnak, amiket szeretnénk, hogy másképp legyenek, csak akarnunk kell, és bátran elindulni az úton. Meg kell tanulni, belül ünnepelni, belülről mosolyogni, szeretni, hinni, bízni, elsőként magunkban és önmagunkat. Aztán bátran nyitni és sorra az arra érdemes emberek felé fordulni. Sosem késő elkezdeni. Ezúton kívánok minden kedves tagtársnak és érdeklődőnek áldott, békés ünnepeket és nagyon boldog új évet. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, várlak benneteket a januári online klub alkalmával is. Biztatlak benneteket a személyes lámpás klubok rendezvényeim való részvételére is, ahol akár személyesen is találkozhatunk. Mindenkinek kívánok jó egészséget és derűs napokat. Sziasztok!